Országosan átlagosan 550-600 ezer tonna az éves almatermés, a szakemberek azonban sokkal nagyobb mennyiséget várnak az idén. A magyar alma helyzetét rontja, hogy a szomszédos országokban is kirívóan magas hozamra kell számítani. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a kormányzat segítségével éppen ezért új belföldi és exportpiacokat kíván keresni az étkezési minőségű almáknak. A cél, hogy ebből a minőségből eddig piaccal nem rendelkező tétel ne növelje az ipari felhasználású alma mennyiségét, ami a felvásárlási árakat jelentősen lentebb nyomhatja. Valamiért az a szokás alakult ki Magyarországon, hogy a léalmának az ára nagyban befolyásolja az étkezési almának az árát, és ha nagyon alacsony az a léalmának az ára, akkor nagyon alacsonyról indul el az étkezés is, főleg úgy, hogy most Lengyelországban is egy csúcs termés várható. A piaci lehetőségek feltárásához az Agrárkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete felmérést készített a szabolcsi gazdáknál. A NAK ezzel is segíteni kíván a gazdáknak az augusztus végén kezdődő almaszüret előtt a piacok felkutatásában. Már látjuk, hogy azért 40 ezer tonna alma még ilyen pár nap alatti felméréssel is gazdára vár, akinek nincs szerződése és nem tudja, hogy hova fogja értékesíteni. Ezt azért kívántuk gyorsan, gyors ütemben elvégezni, hogy a minisztériumhoz egy olyan kéréssel tudjunk fordulni, hogy akkor látjuk, hogy most már körülbelül milyen mennyiség, és látjuk a fajtákat is, és azért gondolnám, hogy új piacokat kellene keresni, bár nagyon nehéz új piacot, ugye érezzük, az előbb említettük, hogy Lengyelország felől is ugyanebben az európai piacra szeretnének értékesíteni, mert talán ez hosszú távra is meghatározhatná a Magyarországon, főleg a mi megyeinkben az alma termesztési jövőjét, ha sikerülne új piacot keresni. Az almát augusztus végén, szeptember elején kezdik szedni. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az ország almatermésének több mint 2/3-át adja az ipari és az étkezési almából is.